Ez a videónk azért készül, hogy megkérdezzünk titeket, hatalmas bloggereket, hogy hogy csináljátok, és miért. Élvezitek? Vagy jó érzés átbaszni másokat? Igen, tehát a videónk témája, az a mai fiatal... Tehát fiatal, hát nem tudom hány évesek lehetnek igazából. Tehát nem, mert itt van, megosztók. 12-től 17-18-ig talán, tehát annyit nézek ki belőle. De lehet, hogy van 25 éves is köztük. Lehet, de már nem tudom igazából megkülönböztetni. Tehát arról nem is beszélek, hogy tömegcikk, mert mindegyik blogger ugyanazt csinálja, és ugyanazt veszi fel. Tehát arról már nem is beszélek. Csak egy kérdésünk lenne így ezekhez, hogy tehát miért csinálják ezeket a videókat. Mert senki nem mondja, hogy az, hogy én fölrakom a reggeli rutinomat, mert fölrakják nagyon sokan. Mi nem is úgy van. Tehát fölrakja azt, hogy ő reggel föl kell, fogat mos, hajat mos, sminkel, arcpakolás, lábpakolás, készpakolás, kifesti a körmét, felöltözik, hatszor öltözik át, akkor még lemegy a boltba, megcsinálja a kávét. Tehát képzelj el egy 4-5 órás elfoglaltságot, de ők ezt belesűrítik fél órába. Elhiszitek? Komolyan? El kell hívni. Meg ilyeneket, hogy mi van a táskámban. Meg room tour, meg minden. Menjél el, mert én megnézem, ha te világutazó vagy, és felrakod, mondjuk itt jártam, ott jártam, és ezt felrakod. Az megint érdekel. Más, nyilván. Érdekes. Mert külföld más, az nem mindenki jár ott, nem mindenkinek van arra esélye, hogy kijusson. De az, hogy én felveszem a saját szobámat, hogy mi van benne, komolyan titeket ez érdekel? Mert akkor én is felrakom, hát felrakom. Hát én is felveszem, ugye körbevezetlek itt a lakásba. Megmondom, hogy én nem azért, úgy van. Azért... Nő vagyok, azért szeretek rendet rakni, de azért, mikor dolgozok 6 napot egy húzamban, nézd meg, hogy néz ki a szobám. Tehát nem úgy néz ki, hogy... Még igazából a lakásunk, hát... Kész. Tehát kázok nem volt. Nem mond már nekem. Kész. És nem meg ameddig anyád takarít helyetted. Meg anyád vásárol be helyetted, meg anyád veszi meg a sminkkészletedet, addig ne rakd fel. Ne, ha lesz saját munkád, életed, párkapcsolatod, bármit, utána blogoljál. Meg akkor felnőtt ember vagy. És akkor legyenek követőid, mert legyél példakép, hogy igen, neked sikerült jó állást szerezned, jó iskolába jártál, ezt meg tudtad venni, azt meg tudtad venni. De ne így, hogy megrendeltem a netről, mert anyám kifizeti. Hát, tiszta gázok vagytok, és nem értem. És nem is ez a gáz, hogy ezt valaki felrakja, mert én nem tudom képzelni, hogy valaki ennyire hülye, hogy tényleg azt hiszi, de hogy ezt követitek, és ezt lájkoljátok. De nem egy ember követi. Nem 100 olyanokat emberről beszélünk, gyerekek, meg most... 1000 emberről, 60, 70, 80 ezer emberről beszélünk. Mi az a 80 ezer ember? Nem félnél a kertben. Basszus, vannak olyan tényleg komoly, mert mi nekünk is van csatornánk, mi gameplayeket szoktunk felrakni. Nekünk van 100 követünk, és nem értem miért, pedig már most megint belejöttünk, de megint azt látjuk, hogy erre meg nincs kereslet. Közben és ott van mert, de várjál, most itt közül szólok. Tehát nem értem, hogy miért nincs rá kereslet, mert olyan dolgot csinálunk, amiből nincs még egy. Mert lány gameplayesek nincsenek Magyarországon, nincs, nem találsz ilyet. Blogos, meg miért mennyi van? Vannak? És ezt akartam felhozni, hogy mi is elkezdtünk ugye gameplay videókat nézni, és nekünk is van kedvencünk. Most nem fogom elmondani, hogy kik azok, mert nem fogom elmondani, hogy kik azok, de nekik is idő kellett, még a 100 000 feliratkozót elérték. És ők azért nagyon sok pénzt belefektetnek, nagyon sok mindent időt hát, belefektetnek, meg maga a vágás, meg a munka, tehát minden sok van benne, és ezt nem értem, hogy nekik 100 000 feliratkozójuk van, még egy olyan lánynak, aki otthon veszi föl egy telefonnal azt, hogy ő mit csinál ma, neki meg 80 000 simán. És nincs semmi, nem szól semmi, nem tudjátok, nézzetek utána, nézzétek meg tényleg a videót, nézzétek meg ilyeneket. És írjátok le nekünk kommentbe, hogy miért tetszik ez nektek? Mi az az ok, ami miatt titeket ez érdekel? Tehát ne mondd már nekem, hogy ennyire elfajzottak vagytok. Most nem, tényleg nem bántásban mondom, mert jó, legyenek ilyen videók, biztos érdekel 12-13 éves korosztályt, hogy őket is minkálni magad. Igen. De nem értem, tehát nem tudom felfogni. Nagyon gyatra, szar. Most lehet mondani ránk, hogy most oldogatunk meg fiszen faszom, de nem, tényleg ezt nem azért csináltuk ezt a videót, hogy most bárkit megbántsunk, ezért nem is mondunk neveket, pedig mert nem egyet megnéztünk. És nekünk nem is ez akar, mi akarunk befutni, mi a Linaria gameplayünkkel akarunk feljutni, mert mi nem azért csináljuk, mi azért csináljuk, hogy mert jó, tehát
lehet ezt feltűnési vízketegségnek hívni, meg mit tudom én, de mert... Jó, de alapból, tehát mi azért csináljuk a videókat, még ha nem is nézik meg 159 ezeren, mert nem nézik meg annyian, de élvezzük. Tök jó buli. Fú, érdekes is. De... Hú, nem is mondom tovább, kész, ne, szar, kész. Én megnézem a gameplay videókat, engem az érdekel, hogy végigvisznek egy játékot, és én így, mintha egy filmet néznék. Tehát tényleg én követtem egy nagyon hosszú játékot a híresebb gameplayeseknél, és tényleg visztem be kukoricát, minden, és mint a filmet néztem film. Volna. Megnéztem ezeket a napi rutin, mondom, ennek 80 ezer követője van, akkor biztos tud valamit. Azért néztem meg én is, hogy mondom... 6 videója van 80 ezer követővel. Igen, és tök kíváncsian rákatint az, hogy vajon mit mutat, hogy tényleg ennyien feliratkoznak a csatornájára. És basszus, és nézem, és így egy perc után kinyomod a videót, mert feleslegesen elvesztettem egy percet az életemben. Meg tojásokat törnek a fejükön. Oh, hagyjál, ezekkel a kihívásokkal. Ha ezt tényleg megcsinálja, Channing Tatum, meg Leonardo DiCaprio, Ja, de... valami híres ember megcsinálja, és akkor megnézem, mert igen, ez laza. Olyan, mint amikor leöntötték magukat vízzel az emberek, igen. Hallod, most az, hogy Iggy, T.I. meg ilyenek megcsinálják, azt megnézem, mert meg fogom nézni, mert híres ember, és mekkora bazd meg leöntötte magát, és adományoz, mert arról szólt. Na de most megnéztük, és az, hogy már nem is arról szólt, hogy adományozzunk, csak hogy mi lányok vagyunk, 12 igen. évesek, van rajtunk egy miniszoknya, és leöntjük magunkat vízzel. És... Jó, már régi téma, tehát nem arról szól, hogy mostani, csak most így csak eszembe jutott ez gáz, is. Tehát... Szar. Meg, szar, kész. Szóval ennyi, hogy... Mindegy, a lényege tényleg miért? Annyi, hogy csak írjátok le kommentbe, hogy miért? Tehát most vagy mi látjuk rosszul, nem vagyunk ennyire lányosak, vagy nem tudom. De írjátok le, hogy mi az oka annak, hogy nektek ezt tetszik. Uh-huh. Csak kíváncsiságból. Ennyi kész. Hogyha mi is majd felrakunk akkor ilyen videókat, akkor 80 ezer követünk lesz, mert... Felraktam, hogy csinálok magamnak kávét. Én meg úgy csináltam ezt a hajat, figyeld. Fölkötöttem, látod? Én meg zsíros ezt tudod, hogy csináltam? Eláztam. Ez meg zsíros, ez meg minden. Van rajtam rúzs. Azt így csináltam, látod? Biztos mekes, mondd azt, hogy mekes. Igen, meg rúzs van, látod, matt. És csak a meknek van matrúzsa, tehát ez meg. Ja.